Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatónkat! Önök a szokásos Dr. Budai Germánygyógytudomány ingyenes webkonferenciának a szem- és fültanúi. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a fantasztikus estén. A mai témánk egy nagyon különleges téma lesz, a Sjögren-szindróma megértését célozza meg, és a legfontosabb az, hogy tudjuk, hogy ez egy több biológiai program együttes jelenlétét feltételező tünet együttes, ugye a szindróma is ezt jelenti. Milyen információkat szolgáltat az internet, akkor azt látjuk, hogy ez nagyon sok embert érint, ez szem- és szájszárassággal jár együtt. Azt is olvastam arról, hogy minden századik emberből egyet érint, az esetek 90%-ában nők, a betegség hordozói, elszenvedői, de valóban mit is jelent ez? Annyiféle tünetet láttam, olvastam, hogy meg is lepődtem, hogy a Sjögren-szindrómában szinte a testünk minden tájékának tünetét be lehet sorolni, mert hol ezzel társul, hol pedig amazzal, mi itt az igazság, mi a Sjögren-szindróma, a germánygyógytudomány szemszögéből mit is jelent ez? De mi az, hogy germánygyógytudomány? Mit kell erről tudni? Ki fedezte fel? Hogyan működik? Milyen törvények alapján tudjuk ennek a tudományos rendszernek a működését igazolni? Erről is szó esik ma, és a webkonferencia végén a fórum részben pedig lehet a témával kapcsolatos kérdéseket feltenni, aztán majd egyik témában is várjuk a kérdéseket, akkor ezt minden kérdésre nagy szeretettel válaszol. De ne fussunk ennyire előre, tudjuk meg, hogy mit jelent az, hogy Sjögren-szindróma, hogyan kell ezt a germánygyógytudomány szempontjából, ismeretével együtt értelmezni, megérteni, és reméljük, hogy arra is választ kapunk, hogy hogyan oldjuk meg. Fogadják nagy szeretettel ma este előadónkat, dr. Budai László Károlyt, aki orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó és germánygyógytudomány terapeuta. Ez a tiéd a szó. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a gyönyörű márciusi estén. Áprilisi, bocsánat. Bocsánat, már áprilisi, igen. Ez volt az áprilisi tréfa? Igen, ez volt az áprilisi tréfa. Csak az éberséget próbálom tesztelni. Szóval egy olyan témába vágunk ma bele, ami pontosan, hát hogy mondjam, szemlélteti azt a gondolkodást, ami ma az akadémikus medicinában van, és pontosan rá fogunk tudni mutatni arra, hogy miért válik érthetővé minden tünet a Sjögren-szindrómában is, épp úgy, mint a lupus erythematózisban is, ugye arról volt már webkonferencián, tehát hogy miért válik érthetővé. Azért kérem, mert egy másfajta gondolkodással közelítjük meg ugyanazt a beteget. És hogyha megváltoztatom a gondolkodásomat, akkor nyilván másfajta eredményt is fogok elérni. Amíg nem vagyunk hajlandóak a logikus, biológiai gondolkodást átvinni az orvosi gyakorlatba, addig autoimmun, ismeretlen, gyógyíthatatlan, rosszindulatú és egyéb jelzőkkel ellátott betegségeket fogunk kapni. Amint a germán gyógytudományt bevisszük az orvosi gondolkodásba, hát mit a Isten, hirtelen minden a helyére kerül. Ennek a fantasztikus gondolkodásnak az atya dr. Ike Gerdhammer, és ahhoz, hogy ezeket a fejtegetéseket megértsük már, mint ami majd a Sjögren-szindrómáról is szól, természetesen meg kell ismerjük a germán gyógytudománynak az alapjait, amit csak röviden tudok összefoglalni, hiszen erről külön egy délelőtt el lehetne tölteni, hogy elmondjuk az öt biológiai természettörvényt. De ki is ez a dr. Ike Gerdhammer? Az a csodálatos orvos, aki egyben fizikát is tanult és teológiát is, tehát az embernek minden részét ismerte, testét, lelkét és működését egyaránt. Nem csak medikus volt természetesen, tehát egyéb látókörrel is rendelkezett, felfedezései után jogdíjakat kapott, és ebből már tudta biztosítani családja számára a biztos megélhetést. És ki is vándorolnak Olaszországba, mégpedig a szegényebbik részébe,
délre, Nápolyba, hogy ott a szegényeket ingyen gyógyítsák feleségével, aki szintén orvos. Csak hogy 1978-ban egy tragikus szerencsétlenség mindent megváltoztatott. Hammer doktornak a 19 éves fiát, az olasz trónörökös, a savoyai herceg erősen részeg állapotban két pisztolylövéssel halálosan megsebesíti, ez 78. augusztus 18-a. 111 napon keresztül Hammer doktor küzd a fia életéért, akit 19 műtéten keresztül megy, de december 7-én meghal az apja karjai között, Dirk Hammer. Nos, ez a történet az, ami egy biológiai választ indított el Hammer doktornál, ugyanis két hónapon belül heredaganata alakult ki, és elgondolkodott azon, hogy kell legyen valami összefüggés az ő heredaganata és a fia elvesztése, halála között. És ezt, mint tudós ember, csak úgy bizonyíthatta, ha több beteget is újra kikérdez, vagyis újra felvette az anamnézist több mint 200 daganatos betegnél, és rájött arra a törvényre, amit ő akkor a rák vastörvényének nevezett, amelyben összefoglalta azokat a kritériumokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán valamilyen biológiai válasz, akár egy daganatos folyamat is elinduljon a szervezetünkben. Ez, amint utóbb kiderült, az első számú biológiai természettörvény lett, mert ezután még további négyet fedezett fel. A fia álmában bíztatta az apját a kutatások folytatására, és mikor mindent felfedezett, akkor közölte vele, hogy nincs több felfedezni valója. Tehát Hammer doktor 1981-ben, két év múlva előáll a rák vastörvényével, amiben a fiáról megnevezve DHS-nek, vagyis Dirk Hammer szindrómának nevezi azokat a kritériumokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy elinduljon bennünk egy szervi elváltozás. Fantasztikus dologra mutat rá Hammer doktor, mert kiderül, hogy ezek az eddigi ismeretlen és rosszindulatú folyamatok, ezek mindig egy nagyon súlyos lelki, érzelmi megrázkodásnak a következménye, ami hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen ér minket, amit magányosan, elszigetelten élünk át, mert hirtelen nem találunk rá megoldást, és benne ragadunk a konfliktusban. Nos, ilyen történetek az életünkben mindig lesznek, váratlan események, meglepetésszerű dolgok, amik hát nem úgy történnek, ahogy mi ezt elképzeltük, de az, hogy meddig maradunk a konfliktusban, és ezt mennyire magányosan éljük át, ez csak és kizárólag tőlünk függ. Tehát ha ez a két kritérium nem teljesül, nem maradunk benne a konfliktusban, hanem még aznap feloldjuk érzelmileg mindazt, amit egy érzelmi megrázkódtatás indított el, akkor teljes mértékben nyugodtak lehetünk, hogy nem lesznek súlyos következményei ennek a történetnek. Hammer doktornak a nagysága az, hogy rámutat a lélek agy szervtengelyre, tehát a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével indít el egy szervi elváltozást. Ez egy teljesen új szemlélet a medicinában. Eddig ugye a betegségeknek az okait külső tényezőkbe, fizikai tényezőkbe, működés megváltozásában, értelmetlen dolgokban keresték, és természetesen minden betegségnek multifaktoriális oka van az akadémikus orvoslásban. A germán gyógytudományban minden tünetünkért egyetlen konfliktus a felelős, és ez mindig megtalálható, mert ha nem oldottuk fel a konfliktust, akkor bizony a biológiánk emlékeztetni fog, hogy még van valami megoldani való. És erről szólnak a sinek. Ugyanis a konfliktus pillanatában kialakulnak azok az emlékeztető körülmények, ezek rögzülnek, amelyek, ha ismétlődnek egy nap múlva, egy hét múlva, egy év múlva, vagy akár 40 év múlva, akkor ezek a körülmények újraindítják a biológiai programot minden konfliktus nélkül. És csak meglepődünk, hogy te jó Isten,
Nyugodt voltam, rendben voltam, és megbetegedtem. Minderült égből a villámcsapás. Azt hiszük, hogy Isten verése, pedig szó nincs erről, a jó Isten nem ver minket. A tudatlanságunknak köszönhetjük azt, hogy megbetegszünk, de ha megismerjük az alapvető biológiai természettörvényeket, akkor már tudni fogjuk, hogy hogyan őrizzük meg az egészségünket. Az első biológiai törvény, ez mindenképpen egy alapvető ismeret. Ezt mindenkinek el kellene gondolkodni rajta, hogy valójában a tünetei mögött ott van, vagy nincs ott ez a lelki megrázkódtatás. Van olyan ember, aki azt mondja, hogy őrá nem vonatkoznak a Hálmeri törvények, hát ez kérem szépen lehet ilyet mondani, de ettől még a biológiája neki is úgy működik, mint bárki másnak. Tehát én nem akarok senkit meggyőzni arról, hogy fogadja el mindazt, ami itt elhangzik, tessenek ellenőrizni, és tessenek megmondani, hogy hol hibázik. Én már 2009 óta nem találok benne hibát, pedig 2 éven keresztül még a háziorvosi praxisban ellenőriztem, hogy miről is szól a történet. A lényeges a konfliktus pillanatában az, hogy ki miként éli meg az adott konfliktust. És ez teljesen személyfüggő. Ugyanarra a történetre 5 ember teljesen másképpen fog reagálni. Tehát ha 5 férfit kirúgnak az állásából, mind az 5 férfinek más is más lesz ugyanarra a történetre a reagálása. Ne feledjük, a reagálás az egy csípőből jövő biológiai válasz, és nem egy tudatos döntés. De ha jelen vagyunk az életünkben, jelen vagyunk a pillanatban, akkor igen, akkor semmi, de semmi nem fogja azt a betegséget elindítani bennünk, ami amúgy elindul, mint biológiai válasz. Tehát jegyezzük meg, hogy az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. A második biológiai természettörvényt nem sokkal az első után Hammer doktor felfedezte, ugyanis mint gyakorlott klinikus, szakorvos tudta jól, hogy vannak hideg és vannak meleg tünetek, amikor a betegségekkel foglalkozunk, és lám a második természettörvényben megfejti ezeknek a tüneteknek is a hátterét. Ugye minden DHS, itt látjuk a Hammer doktor ábráján, az első biológiai természettörvénynek a megvalósulása után a kérdés az, hogy meddig ülünk a konfliktusban. Ez a kék színnel besatírozott terület, ez a konfliktus tömeget jelzi, vagyis azt az időt, amíg benne ülünk, és azt az intenzitást, azt az erősséget, amilyen erősséggel azokat az érzelmi reakciókat megéljük. Ne feledjük, hogy már az első részben, tehát rögtön a DHS után kapunk egy biológiai segítséget arra, amit mi érzelmileg nem tudunk megoldani. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát már beindul egy túlélő program bennünk, amit Hammer doktor értelmes biológiai különprogramnak nevezett. Tökéletes a megnevezés, mert az értelme pont a túlélés, és azért külön program, mert különben nem indulna el, ha mi érzelmileg lezárnánk a DHS-t még aznap, betartanánk azt, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Tehát ez alatt az idő alatt a biológiánk már a túlélésünkért tesz valamit. Ennek a lényege az, hogy a zaklatott ideg állapot miatt az ember nem tud elaludni, nem tud enni, le fog fogyni, emelkedik a pulzusa, légzésszáma, vérnyomása, az eszenciális hipertóniának nevezett diagnózisok mind ide vezethetőek, mert ugye kérdés, hogy egyszerre hány programot futtatunk, hány lezáratlan ügyünk van, mert stresszes az életünk. Ezek mind-mind az életvitelünk következtében alakulnak ki. Nos, a konfliktus aktív fázist szerintem mindenki megélte már, elég egy vizsgadrukra gondolni, mindenkinek hideg a keze, hideg a lába, és gyakorlatilag már napokkal előtte a vizsgára való készülődés miatt minden gondolata ezen van.
Aztán megtörténik a megoldás, a KM a konfliktus megoldását jelenti, azt a pillanatot, amikor megoldódott a konfliktusunk, és ezután jön a megoldást követő fázis, és itt aztán látom piros-kék színeket egymás után. Itt jelentkezik ugye az exudatív fázis, vagyis az a helyzet, amikor mi betegnek érezzük magunkat. Pedig éppen megoldottuk a konfliktusunkat, és a biológiánk most helyre teszi mindazt, amit a konfliktus aktív szakaszban a túlélésünk érdekében tett. Természetesen. Csak hogy ez fájdalommal jár, gyulladással jár, duzzanattal jár, a működés csökkenésével jár. Tehát a klasszikus tünetei a gyulladásnak, a rubor, tumor, kalor, dolor, funkció, léza, ezek mind jelen lesznek az életünkben, és futunk az orvoshoz, mert az a helyzet, hogy úgy neveltek minket, hogy ha gyulladásod van, ha lázad van, ha fájdalmad van, ha gyenge vagy, és fáj a fejed, akkor menj orvoshoz, mert beteg vagy. Igen, fáj a fejünk, mert nem csak a szöveti szinten gyűlemlik be a folyadék, hanem agyi szinten is, ugyanis minden lélek, agy, szerv szinten zajlik. Tehát a megoldás azt jelenti, hogy lelkileg már megnyugodtunk, már nincs bennünk a stressz, viszont a folyadék nem csak szervi szinten, hanem az agyi relében is begyülemlik, ez okozza a fejfájást. Most amikor ez az egész folyamat tovább megy, akkor következik a középső rész, ez az epileptoid krízis. Azért epileptoid, mert lehet epilepsziás is, attól függ, hogy mi volt a DHS. Tehát ha konfliktusom egy mozgással kapcsolatos történet volt, akkor itt a megoldás kellős közepén lehet nekem egy epilepsziás görcsrohamon. De ebben a részben fogjuk megélni az epegörcsöt, a vesegörcsöt, a mélyvénás trombózist, az infarktust, stb. Stb. Tehát itt a legdurvább tünetek jelentkeznek, és nem azért van mindez, hogy minket, hogy is mondjam, bosszantson a biológiánk, hanem azért van, mert ez az a szakasz, amikor kipréselődik az agyireléből a víz, tehát először is helyreáll az agyi központ, kipréselődik a víz a szervi szinten is, és többet vizelünk, mint amennyi vizet megittunk, és ugyanakkor az egész történet, mármint a DHS története, mint egy gyorsított filmen lejátszódik előttünk, lehet, hogy éjszaka álmunkban fogunk arra felébredni, hogy ismét elszenvedtük azt a bizonyos konfliktust, de rájövünk, hogy hál' Istennek ezen már túl vagyunk. Nos, az epileptoid krízisnek a hevessége nyilván attól függ, hogy mennyit ültünk a konfliktus aktív fázisba, vagyis, hogy mekkora nagy ez a bizonyos konfliktus tömeg. Ezért szeretném újra tudatosítani, hogy nem újjék el a mai napunk sem haraggal, megbocsátás nélkül, megértés nélkül, empátia nélkül, de tanuljuk meg a dolgainkat érzelmileg lezárni. Az epileptoid krízis után, mikor már elkezdtünk rendesen vizelni, akkor egy extrém fáradtságot fogunk érezni, és itt lehetséges, hogy a betegnek hát segítségre lesz szüksége, ellátásra, hogy megetessék, vagy kivigyék a mosdóba, mert egyedül képtelen kimenni. Csak hogy ez nem kéne minket elszomorítson, hanem örömmel kéne eltölteni, hogy már a nehezén túl vagyunk, és napok kérdése is eljutunk a teljes gyógyuláshoz. Nyilvánvaló, hogy ezt a történetet, ha valaki nem ismeri, akkor bármelyik részről újra meg újra el tudja indítani a programot, újra meg újra, vagy el tudja akasztani magát a gyógyulást, és ennek lesz köszönhető, hogy kialakulnak a krónikus betegségek. Ha fel se oldjuk a konfliktust, az életveszélyes történet, a sejtekről van szó, de ha működés változásról, akkor egy állandó magas vércukorszintet tudunk például magunknak biztosítani. A policiklikus a lefolyás, vagyis amint látjuk, végigfut a program, de nincs érzelmileg megoldva, ezért a bizonyos körülmények között, amelyek ritkán ismétlődnek, a program magától szépen újra lefolyik. Ezért lesz valakinek ősszel meg tavasszal mondjuk gyomorfekélye. Mert ősszel és tavasszal volt neki egy megemészthetetlen ügye, konfliktusa,
És még nem tudatosította, hogy ez az egész már rég nem valóság, ezt már régen lezártam, és ugyanakkor, ha ezt megtenné, akkor elmúlnának ezek a tünetek. Nagyon lényeges lenne megértenünk, hogy a okos agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. És pontosan ezért van az, hogy teljesen mindegy, hogy valamit csak álmodtunk, vagy megtörtént valójában, vagy már régen elmúlt. És itt jön az, hogy ha megjelenünk a pillanatban, vagyis ha mindig azzal foglalkozunk, ami előttünk van, ha arra figyelünk, ami előttünk van, mert ez az egyetlen valóság, akkor nem fognak a dolgok ismétlődni. Mindig a régi szép, illetve szomorú emlékek felidézése behoz egy olyan érzelmi töltetet, ami a biológiánkban újra elindít még egyszer minden. Pedig már a délelőtt is történelem, soha többet nem lesz az a reggel, ami ma reggel volt, akkor is, ha holnap reggel is ugyanabban az időpontban ugyanazokat a dolgokat fogom tenni, sőt ugyanazt is fogom reggelizni. Akkor sem történik meg még egyszer ugyanúgy semmi. De az én agyamban bármi újra előidézhető, és ha nincs lezárva történet, akkor biztosítom magamnak a krónikus lefolyást. És itt az alsó szinten láthatjuk azt, amikor a sinek túl gyakran ismétlődnek, teszem azt naponta. Ezek a rövid kék szakaszok pont azt jelzik, hogy túl gyakran jönnek a sinek, ezért a program nem tud kifutni, elakad a gyógyulás, és ezért a fájdalom lesz az, ami a gyakorlatilag az állandó tünetet jelenti számunkra. Hadd kérdezzek valami, drága Karász. Nagyon sokszor hallunk olyat, hogy akut, hogy krónikus, hogy visszatérő. Minden esetben ennyire egyszerű a magyarázat, hogy nem oldom meg, hogy amikor elkezdem megoldani, akkor történik velem valami? Vagy épp a tünetek generálják újra ezt az állapotot? Jól értem? Nagyon-nagyon jó a kérdés, Réka, igen, mert az egyik probléma az, hogy nem oldottam fel érzelmileg valamit. És akkor természetes, hogy a körülmények, a sinek újraindítják az egész programot. De amikor elakad a gyógyulásunk, akkor inkább az a jellemző, hogy a gyógyulási tünetek maguk okoznak egy újabb konfliktust. Teszem azt, ha önleértékelésről van szó, és ugye a gyógyulási szakaszban fájnak az ízületeink. Lesz szó ma is reumatoid artritisről, mert része a Sjögren szindrómának állítólag. Szóval, amikor ízületi gyulladásunk van, és emiatt én újra leírom magam, hogy képtelen vagyok megtenni azt, amit szeretnék, akkor természetesen újra elakad a gyógyulási folyamat. Még egy kérdés ennek, Karász. Tessék. A policiklikus lefolyásnál, csak szeretném tudni, hogy jól értem-e. Én a laikus közösség képviselem, nincs orvosi oklevelem, szerencsére, nem is szerettem volna. Bocsánat. Igen. De a policiklikus lefolyás alatt azt kell értenem, hogy van egy történet, egy konfliktus az életemben, igen, ami újra és újra ismétlődik, ugyanazzal, vagy más emberrel, de valahogy mindig ugyanabba a helyzetbe kerül. Megint nagyon jó a felvetésed, Réka, mert nem muszáj ugyanazzal az emberrel történjen. Mert ha mondjuk én egy makacs ember vagyok, akkor nem csak az anyósommal szemben leszek makacs, hanem makacs leszek a polgármesterrel, a szomszéddal, a gyerekkel, és a makacság az mindig a térdízületemet fogja érinteni. Tehát ezért... A személyiségemmé válik, hát igen. És ezáltal a fogékonyabb vagyok ugyanazokat a dolgokat. Nagyon jó, mondtad, fogékonyabb, igen, fogékonyabb vagyok. De nem a bacillusok miatt vagyok fogékonyabb, hanem a saját hülyeségem miatt, mert mindenre ugyanúgy reagálok, mint mondtam az előbb. Ez nem egy tudatos döntés. Ez egy szokás, ez egy biológiai reakció. Mondhatnám ugyanaz, mint a térdreflex. Megütjük a térdkalács alatt az imat, és kiegyenesedik a lábunk. De bármi történik velünk, mi ugyanúgy reagálunk. És ez az, ami nem fog változni addig, míg mi meg nem változunk. Ezért mondtam már az elején, hogy amíg a gondolkodásunkon nem változtatunk, semmi nem változik, addig a medicina se fog megváltozni. Tehát az érzelmi feloldás pont azt jelenti, hogy ezeket az érzelmeket
átalakítsuk magunkba? Hát igen, ezekre kéne, Ezt is először is jelenti? észre kéne vegyem, hogy már megint makacs vagyok, vagy megint ellenszegültem. Nem probléma, hogy megtörtént, nagyon jó, hogy már észrevettem. Ez az első lépés. És minél jobban figyelek oda arra, hogy mik az én szokásaim, annál inkább fogom önmagamat helyre tenni. Természetesen ebben segítenek a háromnapos alapszemináriumok, hogy ebben adjunk támaszt a betegnek, hogy ezt tudja megoldani. Ezt jelenti az érzelmi feloldás. Karesz, ezek szerint a germán gyógytudomány túlmutat az egészségbetegség vonalán, itt már a tudatosság felé vezető út első lépcsőjét Hát látom igen, benne? ez benne van. Kérdés, hogy ki hajlandó ezt észrevenni. Mert vannak olyan ötletek, hogy ha bajom van az anyósommal, akkor húzzak 20 méteres betonkerítést, ha a szomszédom az anyósom. Vagy ha bajom van a szomszéddal, akkor csináljam meg ugyanezt vele. Csak hogy ezzel én még nem változtam. És ha eljutunk oda, hogy rájövünk, hogy ezek az úgynevezett betegségek csak abban segítenének minket, hogy jobb emberekké váljunk, akkor már nem is tudnánk annyira haragudni önmagunkra, illetve a betegségünkre. De hát az első lépés, hogy szembenézünk önmagunkkal, és őszinték akarunk lenni, vagy nem akarunk őszinték lenni. Belátjuk-e, hogy valóban, hát igen, valóban makacs vagyok. A tanfolyamokon megkérdezem, és az ingyenes előadásokon, hogy ki az, akinek fáj a térde, kezek a magasba. És akkor megkérdezem, hogy magukban néznek. Akkor megegyezünk abban, hogy kitartóan ragaszkodnak a véleményükhöz. És akkor bólogatnak, hogy igen. Szóval, amikor ugye az ember magára ismer, akkor rájön, hogy hú, ez a germán gyógytudomány, ez nagyon kemény dolog, mert szembe kell nézek önmagammal. De ez nem ezotéria, ez nem szellemtudomány, ez nem kitaláció. Kérem szépen, ez a biológiára épül, és itt vannak az alapok letéve. Hammer doktornak ez a fantasztikus rajza volt az, ami engem valójában hát észhez térített. Mert addig lehet beszélni sok mindenről, de amikor egy orvos az embriológiával találkozik, akkor ismét az alapokkal találkozik. Ugye az alapozó tantárgya között van az embriológia, épp úgy, mint az anatómia. Ez az a tantárgy, ami a 9 hónap a méhen belüli életünknek az eseményeit írja le. És nem kell ezt senkinek sem megtanulni, ebből a képből mindent megértünk. Ugye a megtermékenyített petesejtből alakult ki mindenki, aki hallgatja ezt a webkonferenciát. A méhen belül a 8.-10. napon már szedercsíra állapotba érkeztünk le az anyamébe, és ahhoz, hogy megtörténjen a beágyazódás, tehát hogy fölvegyük a kapcsolatot sejtömegként az anyai szervezettel a méh nyálkahártyán keresztül, ehhez létrejött a három csíralemez, átrendeződött, mindenki látott már szedret vagy málnát. Képzeljük el, hogy a bogyók átrendeződnek három csíra lemezé, ennek látjuk a keresztmetszeti képét, és itt van sárga, narancs és piros színekkel jelölve, nem véletlenül, mert a tudományos táblázatban is ez a három szín fog ismétlődni. A sárga színnel jelzett sejtjeink, ugye, a belső csíra lemezből alakulnak ki. Ez azért belső, mert a két széle majd össze fog érni, és létrehozza azt a csövet, ami látjuk, hogy a szájnyilástól egészen a végbélnyilásig terjedő csövünk, nyilván ez a falattal van elfoglalva, a táplálékfalattal. De tudjuk, hogy nem csak kenyérrel él az ember, kell az életéhez még víz, kell még levegő, és kell még fény meg hang. Ezeket a falatokat az agytörzs irányításával fogjuk megszerezni, és mindig sejteket szaporítunk eznek megkapásához, hogyha ebből kevés van. Nyilván a levegő hiány az, amit leginkább megérzünk, ugye levegő nélkül nem szoktuk sokáig kibírni, ezért a halálfélelmi konfliktus természetes a tüdőszövet szaporulatát fogja beindítani, csak a félelem. Ne feledjük, valóság, álom, illúzió. Nem minden falat, ami falat, nem kell megennem nekem mindent, amit falatként élek meg, és mégis a tápcsatornában fognak nekem
problémát okozni ezek a dolgok, de akiket ez érdekel, a falat konfliktusokról külön webkonferenciát nézhetnek meg. A narancssárga színnel jelzett középső csiralemez vagy mezoderma sejtjeit két idegi központ irányítja, ugyanis ezek a sejtek két részre oszthatók, van az archaikus vagy a régi mezoderma, és van az új mezoderma. A régi mezoderma sejtjeit a kisagy vezérli, és ebbe az idegi központba azok az érzéseink fognak becsapódni, amik a támadásról, bemocskoltságról szólnak, illetve a gondozási konfliktusok, vagyis amikor túlzásba visszük az aggódást, egy szeretett élő lény sorsa véget, mert nem csak a gyerek számít itt, hanem lehet aggódni a házi kedvencért, vagy éppenséggel aggódhatunk egy nagyon fontos háziállat sorsa felől, mert éppen megbetegedett, és ja Istenem, mi lesz akkor? Tehát itt nem az a lényeg, hölgyeim, mert azért a hölgyekre jellemző inkább az aggódás, nem az a baj, hogy aggódunk, mert azért egy hölgynek az életében legalább 200 merdaganat volt, és meg is gyógyult, mert aggódott rövid ideig, aztán gyorsan megoldotta. Mindezt úgy, hogy nem is tudtuk. Mindezt úgy, hogy nem is tudtuk, mert aggódott két napig, és utána két napig a tüneteit se vette észre. Nem ez a probléma. Az a probléma, ha nagy a konfliktus tömeg, tehát ha sokáig tart, és intenzíven aggódik valaki. De aggódással és bosszankodással még senki soha semmit nem oldott meg, bár várom már, hogy valaki jelentkezzen, hogy doktor úr, én 3 éven keresztül minden nap 24 órát aggódtam, és megoldódott a probléma. Ilyen nincs. Az aggódásom által? Igen, az aggódásom által. Tehát csak azért, mert aggódtam. Ha nem aggódtam volna, nem oldott volna meg. Tehát ilyen nincsen, csak magunkat fogjuk tönkretenni az aggódással és a bosszankodással. Tehát a kisagy által vezérelt szerveinkben, szöveteinkben is első lépésben építjük a sejteket, második lépésben lebontjuk. Látjuk ezt a kifliszerű narancssárga idegi képletet, ami gyakorlatilag már a nagyagyhoz tartozik. Látjuk, hogy onnan a pirosból hiányzik ez a narancssárga. Hát ez már a nagyagynak a része, úgy hívjuk, hogy fehér állomány. Ebben is vannak idegi központok, amelyek viszont az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseinket veszik, mint a telefonközpont a hívást. És ezek az érzések, amik önleértékelést jelentenek, a szervezetünkben önpusztítást indítanak, sejtszintű sorvadást fognak elindítani, és a mozgással kapcsolatos szöveteink lesznek érintve, tehát a csontok, az ízületek, az izmok, izmokat ellátó erek és kötőszövet, zsírszövet. Erről is van egy külön webkonferencia, hál' Istennek nagyon sokan megnézték már. Úgy látom, hogy az egyik sláger előadásunk az önleértékelésről szóló webkonferencia anyag. Nos, az önleértékelésnek a témája mindig meghatározza, hogy hol bontunk. Tehát, amikor már említettem a makacságot, akkor a térdünket bontjuk. Nyilván mindig számít, hogy anya, gyerek és partner oldal, de ezekre most már nem térek ki. És az erőssége ennek az egésznek eldönti, hogy milyen szöveteket fogok bontani. Nyilván a legsúlyosabb önleértékelés a csontokat szedi széjjel. A piros színnel jelzett ektoderma külső csiralemez sejtjeit, amit látjuk, az agykéreg irányítja. Az agykéreg nem csak sejteket irányít, hanem működés változással is tud a túlélésünk érdekébe tenni valamit. Amikor a sejteket irányítja, akkor itt is bontással kezdődik mindig a folyamat. A piros baba itt az elválasztási konfliktusról szól. Ezt januárban tartottuk, ezt a webkonferenciát. És az elválasztással kapcsolatos összes történetet ott elmondtuk, akit érdekel, hogy a bőrfelszínén miért vannak kiütései, pigmenthiány, pigmenttöblet, stb. Az itt megtalálja. A birtok konfliktusokat is az agykéreg irányítja, erről is van külön webkonferencia, tessenek megnézni, mert nem fér bele egy bevezető előadásba. És az agykéreg irányítja az akaratlagos mozgásainkat, az érzékszerveink által
felfogott, átalakított idegingerületek is mind ide érkeznek, és egy csomó más komplex feladata is van az agykéregnek. Egy biztos, az az orvos, aki meglátja ezt a képet, elgondolkodhat rajta, hogy azért ez az alap. Ez évmilliók óta így zajlik, mindannyian így alakultunk ki, és minden ennek alapján kap magyarázatot a germán gyógytudományba. Tehát még egyszer mondom, ez nem ezotéria. Még senki nem tudta megcáfolni Hammer doktornak az állításait. Viszont több igazoláson is túlment, tehát ilyen bizonyítási eljárások alkalmával igenis igazolták, hogy Hammer doktornak minden tézise igaz. Már az első biológiai természettörvény igazolása 1982-ben megtörtént, tessenek megnézni, egy méhnyakrák története, a 40. eset Hammer doktornak a munkája, ami egy rádiójáték kapcsán mondja el egy méhnyakrák történetét, nem megyek részletekbe, de akkor Hammer doktor még csak az első biológiai természettörvényt ismerte, és bebizonyította a kollégáinak, hogy igaza van. Szóval, amikor arra gondolunk, hogy értelmes biológiai különprogram, akkor nyilvánvaló, hogy a biológiánk is hozott anyagból dolgozik. Tehát vagy a sejtekkel, vagy pedig a működéssel tud valamit kezdeni a túlélésünk érdekében. Ha sejtekről van szó, akkor két lehetőség van. A konfliktus aktív szakaszban sejteket tudunk szaporítani, amint azt említettem, a falat konfliktusnál, a támadásnál, a gondozásnál, és nyilván, hogy a megoldás során ezeket lebontjuk gyulladásos folyamatok közepette. Aztán, amikor önleértékelésről, elválasztásról, birtokkonfliktusról van szó, akkor először mindig sejtet bontunk, és a megoldási szakaszban a lebontott sejteket visszaépítjük. Aztán van olyan is, hogy működést változtatunk, és a múlt héten pontosan ezeket foglaltuk össze, a neuropátiáknak kapcsán, és a működés változásnak, a blokkolásnak a feloldása után minden működésünk helyreáll. Hadd kérdezzek még valamit. Kérdezzük. Azt mondtad, hogy az egyet fejlődéstől függ, hogy melyik szakasz alatt mi fog történni. Így van. És említetted azt is, hogy helyenként sejteket szaporítunk fel, majd megoldási szakaszban elbontjuk. Kik bontják ezt el? Hogyan történik ez az elbontás? Ki vezényli azt, hogy mi bontódjon el, és hogyan? Természetes mindent az agyunk vezérel. Az ő hatása alatt vannak a bennünk élő mikrobák is. És Hammer doktor is rámutatott, nem csak Antoine de Champ, aki Louis Pasteurnek volt ugye a kortársa, és már Antoine de Champ bebizonyította, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok, ugye kezdetleges mikroszkópokkal láttak ott valamit, hogy azok biza a mi barátaink, de Louis Pasteur ennek pont a fordítottját állította, és ez a szemlélet terjedt el a medicinában, bár Louis Pasteur beismerte halálos ágyán, hogy nem a baktériumok számítanak, hanem a környezet. Ezt már elfelejtették figyelembe venni. Nem is tudunk, amúgy, tehát mi csak a kórokozókat ismerjük, mi laikus persze, emberek, és mindig azt hallottuk akadémikus forrásokból, hogy ezek azért vannak ott, az úgynevezett betegség területén, mert ezek okozzák ezeket. Hát ez ugyanolyan, mintha azt mondanám, hogy ahány tűzeset van, mindig ott vannak a tűzoltók, tehát a tűzoltók okozzák a tüzet. Ez ennyire laikus megközelítés. Itt arról van szó, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok, a bennünk élő gombák, a bennünk élő mikobaktériumok, baktériumok és vírusok, azok a mi barátaink. Ja, hogy túlszaporodtak, az vajon kitől függ? Az megint csak tőlünk függ. Teljesen logikus, hogy amikor sejtet szaporítok, és itt van ugye sárga színnel az endoderma, akkor a felesleges sejtek lebontásában a gombák fognak segíteni, mint ahogyan a kidőlt fákat is a gombák szedik szét az erdőben. De ha túl sok a gomba a szervezetünkben, akkor nem diétázni kéne, hanem lezárni végre azt a konfliktust, ami fenntartja a megfelelő szerveknél a gombák túlszaporodását, mert hogy függő gyógyulásban maradt a betegség.
A gombák felszaporodnak már a konfliktus aktív szakaszban, és a TBC baktériumok azért, hogy a megoldásban legyenek elegen ahhoz, hogy a felesleges sejteket lebontsák. Agyi parancsra indul a szaporodások, agyi parancsra történik meg a kiiktatások. Itt kérem, rend van, ebben a biológiában harmónia és rend van, csak mi bontjuk meg ezt a harmóniát mindenféle hát értelmetlen konfliktussal, mert gyakorlatilag, ha megtanulnánk feloldani ezeket, és nem azonosulnánk csupán a biológiai testünkkel és annak szükségleteivel, hát akkor, hogy is mondjam, lehetne feleslegessé tenni ezeket a betegségeket, és a gombás fertőzéseket, és a többit. Vagy ott van az ektodermánál, a vírusok azok, akik segítenek visszaépíteni a lebontott nyálkahártyát. Ezért a humán papilloma vírus azért van ott, hogy visszaépítse a mészáj nyálkahártyának a hiányzó részét. Nem ő okozza a mély nyakrákot, hanem a féltékenység. És bocsánat, de még olyan oltást nem találtak fel, amit egy hölgynek beadunk, és nem lesz féltékeny. Örömmel olvastam orvosi szaklapban, hogy több mint 5000 család nem engedte, vagy nem kérte a gyereküknek a HPV oltás beadását. Ez azért jó hír, mert ezek a gyerekek legalább tényleg nemzőképesek maradnak, ha csak egy másfajta kezeléssel ezt nem teszik tönkre. Tehát a bennünk élőkről van szó. Nyilván vannak a kültérben, a testünkön kívül olyan kórokozók, amelyek abszolút nem hiányoznak a szervezetünkből. Senkiből se hiányzik a tetánusz, úgy gondolom. És azok a kórokozók, amit nevezhetünk biológiai fegyvereknek, amiket harmadik országokban tesztelnek, és ti nyilván a hozzávaló védőoltást is, mert hogy az oltásoknak az elmélete az rendben van, az elmélete, a kivitelezésnél ott némi dolog hibázik. Az ötödik biológiai természettörvény pedig az, ami felteszi Hammer doktor munkásságára hát a koronát. Ugye ezt már 1994-ben fogalmazta meg, hogy mindennek értelme van. És már a DHS pillanata az, ami elindítja bennünk a túlélést. Mint mondtam, már a konfliktus aktív szakasz erről szól. Tehát nem Isten veréséről van szó, hanem amikor mi elmegyünk betegséggel az orvoshoz, fájdalommal, akkor gyakorlatilag már gyógyulási szakaszban vagyunk. És ha daganatról beszélünk, a gyógyulás első szakaszában, az exudatív fázisban fognak olyan sejteket találni, amit rossz indulatonak neveznek, ha pedig a megoldási szakasz második részében, tehát az epileptoid krízis után történik meg a szövetminta, akkor azt már jó indulatonak nevezzük. Értsük meg, nincsen se jó, se rossz a biológiában. A biológiában értelmes dolgok történnek, és mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. Hadd kérdezek még valamit. Bocsánat, most tele vagyok kérdéssel. Tessék! Azzal a konklúzióval, következtetéssel maradtam, hogy minden úgynevezett betegséget egy konfliktus okoz, ez az első biológiai természettörvény, rákvas törvénye, egy pont, hogy egy konfliktus így van. A második természettörvény, hogy minden konfliktus két szakaszban zajlik le. A harmadik, hogy három csiralemezből alakultak ki a szerveink, szöveteink, és ennek alapján magyarázzuk, hogy melyik szervünk hogyan működik majd, és hogy mit fog csinálni, és milyen betegségeket tud kialakítani, illetve a betegségnek milyen lefolyása van. A négyesnél úgy emlékszem, hogy négyféle mikroorganizmus termékeket. Igen, mert van egy átmeneti, ugye voltak a gombák, a gombabaktériumok, a baktériumok és a vírusok. Így és van. Az ötödik, hogy mindennek értelme van, és valamilyen célral, értelemmel van az életünkben. De mi van a balesetekkel például? Hát természetes, hogy a balesetek, a mérgezések, a sugárzások, az orvosi műhibák, a méregkezelések nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe.
Ezeket azon a szinten kell megoldani. Itt a krónikus betegségekre, a daganatokra, a pszichózisokra kapunk nagyon komoly megoldást, meglátást, és a kérdés az, hogy ki él vele. A legegyszerűbb megérteni mindenkinek az ötödik biológiai természettörvényt. Ezt egy 10 éves gyerek is megérti, hogy minden, ami él, az élni akar. És egy minden nap azért küzdenek a madarak, a halak, az állatok az erdőben, hogy életben maradjanak. Tehát a túlélésükért küzdenek. És nyilván a faj fenntartásáért. Gondolom, ez mindenki számára, hogy mondjam, logikus. Nem kell bizonyíték rá, hogy minden élőlénynek ez a programja. És hogyha minden a túlélésről szól, akkor beszélhetünk még rossz indulatú betegségről? Nem. Nem, csak rossz indulatú emberekről. Nos, nézzük meg akkor ennek a gondolkodásnak a szemléletében, hogy mi is az a Sjögren-szindróma. Ugye itt feltüntettem a forrást, hogy az akadémikus orvoslás szerint a Sjögren-szindrómában van szájszárasság, van száraz kötőhártya, szaruhártya, és reumatoid artritis, vagyis sokizületi gyulladás, ez egy tünet együttes. Összekötöttünk egy csokorba háromféle betegséget, ugye? Sjögren volt az első leírója 1933-ban, és rögtön jön már is egy hatalmas pofon. Az esetek 40%-ában nincs reumatoid artritis, de be tudunk tenni helyette mást, kérem szépen. Ez a Jolly Joker, ugye? Lehet ez dermatomiozitis, polimiozitis, progresszív szisztémás szklerózis, lupus, stb. Stb. És ez ezek... minden kötődik, negyedét nem értettem. Nem probléma, nem az a lényeg, hogy ezt mind valaki fölfogja. Az a probléma, arra szeretnék rávilágítani, hogy már is itt van az, hogy van három tünetünk, de a harmadik az csereberélhető, és akkor, ha csak a kettő van, akkor a szikka szindróma lesz, hogy csak száraz nyálkahártya, ha beteszünk még valamit, azt már azért Sjögrennek nevezzük. Szóval ez nem egy logikus gondolatmenetnek az eredménye. Azt nem értem, hogy az esetek 40%-ában nincs is. Nincs is, de van helyette más. Vagy ha nincs semmi, akkor szikka. De ha nem reumatoid artritis, lehet helyette más is. Szóval itt kezdődik a dolog, most képzeljük el, hogy ilyen gondolkodással hogy lehet fölismerni valamit. Szóval egyszerűen, és mi a kiváltó oka, tessenek figyelni, autoimmun folyamatnak tartják. Nem azt írták, hogy az, autoimmun folyamatnak tartják. Itt van a forrás feltüntetve, utána lehet nézni. Erről az egészről kereszt eszembe jutott egy gyermekkorom kedvenc buhózat, ez a nem baj, van másik cím. Ja, igen, van másik. Ha nem ez, akkor van másik. És ugye autoimmun folyamatnak tartják. Na jó, azért fog érthetővé válni a germán gyógytudománnyal mindaz, hogy itt mi történik, mert mint mondtam, minden tünetnek egy kiváltó oka van. Egy kiváltó oka. Na most, ahogy a kollégáknak is mondjam azt, hogy érthetővé váljon mindaz, ami esetleg eddig nem volt érthető, a jegyzetek medikusoknak belgyógyászat Sjögren-szindróma klinikai és immunológiai jellemzői című írásból vettem a tüneteket, és teszük hozzá a GNM szerint a magyarázatot. Ugye vannak glanduláris tünetek, mondom, mirigyes tünetek. És ugye hát az van, hogy száraz, szikka szindróma, azt jelenti, hogy száraz a szemem, száraz a szám. De miért? Ugye a száraz szem nek az egyik elnevezése a keratokonjunktivitis szikka. Erről is szó volt a szemészetről szóló előadásban, a szemszárasságról, a fájdalomról, a könnyezés hiánya. Mi itt a probléma? Az ilyen betegnek a fő története az, hogy akarom vagy nem akarom, hogy lássanak. Tehát ez, hogy észrevétlen maradjak, szeretnék észrevétlen maradni. Vagy éppen nem akarok észrevétlen maradni, és ez a dolog függő gyógyulásban van. Mert ha egyszer ezt megéltem és megoldottam, annak nincsen semmi különösebb következménye. Aztán, amikor kiukad a kornea, vagyis a szaruhártya, az egy fel nem oldott vizuális elválasztási konfliktus, kérem szépen, erről is szó volt a szemészeti részben, vagyis folyamatosan ott van, hogy valaki szeretett élőlény eltűnt a szemem elől, nem a pénztárcámról van szó, élőlényről van szó, és ez a folyamatos
vizuális elválasztási konfliktus lesz az, ami sorvasztja a korneát vagy szaruhártyát, mert ugye az ektodermális eredetű. A könyvszerveknél külön beszéltünk arról, hogy az akarom, hogy lássanak, és nem akarom, hogy lássanak konfliktusban, a könyvmirigyek mit csinálnak? A mirigyek ugye belső csiralemezből erednek, és ezért először szaporodnak, aztán sorvadnak. És függőgyógyulásban építek bontok, és egyre kevesebb mirigyállomány maradt, tehát nem lesz elegendő könyvtermelő mirigyem. A csatorna viszont pont fordítva működik. A csatorna egyszer bomlik, aztán épül, aztán megint bomlik, megint épül. Ott viszont több szövet épül vissza, mint amit lebontottuk, tehát a csatorna elzáródik. És ez lesz az, ami itt problémát okoz. A személyzeti előadásban elmondtam egy festőnek a történetét, aki csak időnként talál galéria tulajdonost, máskor nem. Tehát mondjuk, hogy szinte hetente, két hetente költöznie kell, új galériát kell keresnie, és így nem tud megnyugodni, hogy végre a képeit, a munkáit el fogja tudni adni. És ezért hol van bevétele, hol nincs. De hát azért kereszt nem mindenki festő. Hát próbáljuk persze. meg ezt a konfliktust egy kicsit körüljárni, mert azt hiszem, hogy itt van a germánygyógytudomány fantasztikuma, hogy minden konfliktus mögött egy emberi történet, egy emberi úgynevezhető trauma vagy tragédia áll mögötte. Pontosan erre szeretnék minden egyes webkonferencia alatt utalni, hogy vegyük észre, hogy mennyire hétköznapi történetek azok, amelyek a germánygyógytudomány konfliktus hátterében állnak. Bármelyikünkkel előfordul. Nincs specifikus, csak festőknek szóló konfliktus. Nincs. Hát ezt Hammer doktor olyan, hozta. Olyan, aki csak a művészeket érti. Igen, ezt Hammer doktor hozta ezt a történetet. Mint mondtam, szinte 100%-ban minden művét sikerült beszereznem, és ezt a történetét az egyik ilyen írásából szedtem. A lényeg itt az lenne, hogy észrevegyük azt, hogy más történetek is okozhatnak ilyet, amiben azt élem meg, hogy szeretném vagy nem szeretném, hogy meglássanak. Akarom, hogy lássanak történet. Hány magyar családnál merülhet fel, mint konfliktus? Gondoljunk csak az elvált szülőkre. Az az apuka, aki csak hétvégenként, vagy minden második hétvégén kapja meg a gyerekeit. Igen. És azt akarom, hogy a gyerekeim lássanak, hogy legyek jelen az életükben, hogy hétköznapi kontaktusom legyen, hogy ne csak ünneplő ruhában legyenek Igen. a gyerekeim, hanem a hét többi napján is. Hány ilyen történet van? Hogy Igen. akarom, hogy lássák a családom, láss, hogy mennyi mindent megteszek értük. Igen. És azt akarom, hogy lássák, hogy mennyi munkát elvégzek mondjuk egy munkahelyen, hogy vegyék észre az én kiemelkedő sikereimet, vagy kiemelkedő erőfeszítéseimet. Vagy nem akarom, hogy lássanak történet, amikor szeretnék egy kicsit kiért kerülni a látókörből. Kamasz éveink nagy története, hogy nem akarom, hogy lássanak a szüleim, és mindenről tudjanak, és mindent felismerjenek. Azért felnőttek is megélnek ilyen konfliktusokat. Hát igen, főleg akkor, amikor olyan szerelmi kalandokba keverednek, vagy talán nem is szerelmi, de kalandok, Igen. amelyekben az együttlét bizonyos morális, erkölcsi, vagy netán törvényes kereteket sért. Így van. És nem akarom, hogy ezt lássák. Hogy észrevegyenek. Hogy ezt észrevegyék, hogy ezt más is felfedezze. Azt hiszem, hogy ez bárkivel előforduló esemény, és itt van a fantasztikuma újra a germánygyógytudománynak. Bocsánat, én nem tudok nem elragadtatással erről a tudományos rendszerről beszélni, mert pontosan rámutat arra a helyzetre, ami megoldatlan, amit át kellene alakítanom. Igen, amiben rendet kéne tenni. Úgymond a biológiám küld egy részjelzést, hogy édes gazdám, ezzel dolgozni kéne, ezt fel kellene oldani. Ez egy konfliktus. És pont ez a legcsodálatosabb
a germánygyógytudományban, hogy szemünk elé hozza, hogy most legyek stílszerű, azokat a helyzeteket, amikben változtatnunk kellene. Így van. Na, de nem csak a könyvszerveket érinti, hanem ugye vannak szájtünetek is, és a szájszáradásnak ez a xerosztómia, a hivatalos megnevezése. Hát azért írtam oda, hogy azért, ha ilyet hallanak a laikusok, ne ijedjenek meg, nem káromkodtak mellettük, hanem olyat mondtak, aminek ez a szakmai kifejezése. Ugye a száraz szájban égő érzés van, berepedezik a nyelvünk széle. És mi a probléma? Az, hogy ki akarom köpni, el akarok válni ettől az érzéstől, vagyis ettől a falattól. Én ma is mentem az utcán, kiszárt egy nem éppen úri ember az autóból, és akkor átköpött, hogy én csak így ugrottam félre. Én nem tudok köpni, szóval én nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, de van, akinek szokása, hogy köpköd jobbra-balra, és hát azért a kínaiak ebben világelsők. De az, hogy amikor ezt élem meg, hogy ki akarom köpni ezt az egészet, ami bennem van, akkor természetesen, hogy a függő gyógyulásban, ugye, ez az egész oda vezet, hogy épp úgy, mint a könyvnél, ugye, egyre kevesebb lesz az a váladék, ami a szájamat nedvesen tartja. Aztán ott van az ízérzés zavar, zavaró ízeknek a kiiktatása miatt van, erről is szó volt a múlt héten. Ott van a fogak korai romlása, azt ugye a tápcsatorna felső szakaszában folyó programoknál beszéltük, és azért a marginális, tehát azért a fog szélein látjuk, a fogak szélét látjuk szétmenni, mert azt élem meg, hogy széttépném, de nem tehetem. Gyereketnél is előfordul ez, ugye, amikor a nagyobbik gyereket megfenyítjük, figyelmeztetjük, hogy még egyszer a kicsihez, ha hozzányúlsz, ha belérugsz, ha odéblököd, akkor annak nem lesz jó vége, és ugye ott van benne, hogy ide született ez a csöpp nekem, és most akkor meg kell osszam vele a játékomat, szét tudnám tépni, de nem szabad, és akkor a legkeményebb szövetet fogjuk szétszedni. De nyilvánvalóan a hölgyeknél, ez ugye 9 az 1 arányban a hölgyeknél fordul elő, mennyi visszafogott dű van egy ilyen nőbe, és azért ugye úri nőként szeretünk viselkedni, hölgyeim, mert hát illik, tudjuk, hogy mi illik és mi nem illik, és akkor csodálkozunk rajta, hogy kialakul. De az első tünet az, hogy rögtön, amikor ezt a programot elindítjuk, akkor hidegre, melegre, édesre, sósra érzékeny lesz a fogunk, nem a fogínyünk, hanem a fogunk. Na ott akkor tisztázni kéne, hogy kivel is van én nekem olyan történetem, ami visszafogott dűként éltem meg. Tessenek szíves lenni, lezárni, és a fogunk épsége akkor megmarad. Aztán még mindig ott van a szájzugnak a gyulladása, ugye, már ki se olvasom a hivatalos elnevezést, a kollégák úgy is tudják. Ennek csak az a lényege, hogy meg akarok szabadulni a falattól. Most tessenek odafigyelni, hogy egyes emberek hogyan beszélnek, és hogyan használják a nyelvüket. Van, aki a nyelvét beszéd közben is kidugja, végignyalja körbe a száját, mert kiszárad a szája. És ezek az emberek, amikor köpnek, akkor természetes, hogy az egész száj bemeneti része az érintve van. És itt lesz az, amikor a szájzug begyullad, nyilván függő gyógyulásban marad a gyulladás, és lehet rajta természetesen gombás, mondjuk úgy idézőjelben az, hogy fertőzés, mert csak arról van szó, hogy az a nyálkahártya, amit az endoderma képez, az éppen túlszaporodott, és le kell bontsák a gombák. Na most akkor már is kiderül, hogy kétféle dolgot élhetek meg. Vagy nagyon meg szeretnék kapni egy falatot, és akkor a gombák jelennek meg a felesleges sejtek lebontásába, vagy nagyon meg szeretnék szabadulni a falattól, akkor viszont a nyálkahártya fekélyek lesznek,
jelen a szánkba. Ezért is írtam ide a gombák jelenléténél, az el akarom kapni a falatot konfliktust. És hát a nyelvbeli eltérések ugyanúgy jelen vannak, mint a könyvbeli eltérése, ugyanarról van szó, csak hogy itten a falatot szeretnénk benyálazni, elkapni vagy kiköpni, és ez fogja meghatározni, hogy a jobb vagy a baloldali nyálmirigyek lesznek érintve. Ez a nyálmirigy eltérés azok a duzzanatokat jelentik, ami a nyelvünk alatt néha megjelenik? Hát ott is vannak, hát ott a nyálmirigy van a nyelv alatt, van az állkapocs alatt, van a fültőmirigy, és ezek mind más-más összetételű nyálat hoznak létre. Ugye a nyákos nyál az a nyelv alatti nyálmirigyeknek a termelése, a savós nyál a fültőmirigyé. Na most, hogy azt a bizonyos falatot én citromként élem meg, vagy zsíros kenyérként, az teljesen csak tőlem függ, ugye, mert a citromhoz savós nyál kell, a zsíros kenyérhez nyákos nyál kell. És mennyire hajszálpontos választ ad a biológiánk arra, hogy a mi megélésünkre a megfelelő nyálmirigyek legyenek érintettek. Tehát ez nem véletlen, ez nem kitalált történet, minden ellenőrizhető. Az is érdekes, említetted itt a köpést, hogy ez mennyire eltér kultúránként, hogy hát ez illik, nem illik, és itt a ki akarom köpni, el akarok válni ettől az érzéstől, falattól című konfliktus, ez gondolom nem vonatkozik azokra a hobbi köpő emberekre, akik futballmeccseken próbálnak, sőt, én a fiatalok körében látom ezt nagyon divatosnak. Igazából nem értem, hogy mi a divat lényege, de még olyan is van, aki gombócot formál, és egy nagy kerek köpeteket üdít az utcán, mint amit te is láttál. Én egy ilyet láttam ma, igen. Ez egy, hogy mondjam, hóbort, és nem ezekről az emberekről. Nevezzük most hóbortnak, nevezzük jó? Annak, igen. Tehát nem azokról a történetekről van szó, hanem azokról az átvitt értelmi falatokról. Amit így élünk meg. Amit így élünk meg. Így van. De érzelmi dologról van szó. Hányszor élünk meg olyat, hogy valamit kaptunk, egy hírt, egy helyzetet, egy újabb munkát, amit nem tudunk kiköpni. Mert nem tudunk oda menni a főnökhöz és azt mondani, hogy miért mindig én kapom a feladatot. Már benne van, hogy kapom. Igen. Ugye? Kapom. És nem az újonc kolléganő, aki egész nap reszeli a körmét. Igen. Pontosan azért nem tudom ezt kifejteni, mert tudom, hogy ők rokonok. Igen. Lenyelni sem tudom a helyzetet, igen, kiköpni sem tudom. És ott van mind a két történet egyszerre. Ajaj. És hát hány, azért egyezünk meg, hogy a családokra nem a mennyei béke jellemző. Minden családban van legalább egy-két fekete birka, akit a többiek, a fehér birkák nem képesek elviselni, elfogadni, és csinálják maguknak a felesleges biológiai programokat. Az a szép ebben az egészben, ha végre belátjuk, hogy nincs kire mutogatni. Mindig mi betegítjük meg magunkat, és ameddig ebből mi nem fogunk kilépni, addig ez így marad. Aztán vannak még egyéb tünetek is, ugye a légzőszervek részéről, mert ugye a légzőszerveknél kérdés az, hogy ebben a családban én mikor jutok szóhoz. Mert ha folyamatosan küzdenem kell azért, hogy szóhoz jussak, mármint hogy levegőhöz jussak, ugye ez minden vélt vagy valós vagy átvitt értelemben, ebben a függő gyógyulásban a levegőfalat megszerzéséhez a kehelysejteket fogom felszaporítani, lebontani, felszaporítani, lebontani, és ezért a kehelysejtek száma megfogyatkozik, illetve besűrűsödik az a bizonyos nyák, ami a légcsövet és a hörgőket bélelő nyálkahártya sejtek között ott vannak. És ez lesz az, ami újabb komplikációkat fog létrehozni, azt már mukoviszidózisnak nevezzük, tehát amikor nagyon sűrű az a bizonyos nyák. Ez előfordul ugyanígy a
nyálmirigyekben előfordul a hasnyálmirigynek a mukoviszidózisa is, de az is csak egy függő gyógyulásban lévő harc a falatért. Mert ugye a hasnyálmirigynek az a baja. De térjünk ide vissza a légző szervekhez, amikor kínzó köhögése van valakinek, csak köhög, 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 azért ez birtokféltés függő gyógyulásban. Több példát is elmondtam rá, de akit érdekel, hogy 45 év után hogy lehet abba hagyni a köhögést, az a weblapon kap egy riportot ezzel kapcsolatosan. Aztán van a rekedtség. A rekedtség az mindig a rémület félelem konfliktusnak az elakadt gyógyulási fázisa. Hogyha befejezi a rémület félelmet, vagyis az a történet, ami benne fenntartja a rémület félelmet, az végleg megoldódik, akkor a rekedtségnek is vége lesz. Aztán, amikor már kapar a torkom, azt jelenti, hogy megkaptam azt a falatot, amire vágytam. Tehát nem tudtam még összerakni egy olyan történetet, amiben egy ember ennyi mindent megélhet, és még nincs vége, kérem szépen, még van tovább. Ne ijedjünk meg. Tudjuk ezt tovább bonyolítani, mert jönnek aztán a megemészthetetlen dolgok. Ugye ez már az emésztő rendszerünket fogja érinteni. És ezért lesz az, hogy a különböző a nyeléstől egészen a hasnyálmirigyig mindenféle hát enzimet termelő mirigyes részünk igénybe lesz véve. Hányszor éljük azt meg, hogy valamit ledugtak a torkomon? Épp így, ahogy az előbb mondtad, hogy se kiköpni nem tudom, se lenyelni nem tudom, tehát ledugták a torkomon. És nem kellett semmit effektíve ledugjanak a torkomon, csak ez az én megélésem. És mindenki számára, ahogy azt írtam, az egyetlen valósága a saját megélése. És hogyha ezt fogjuk megélni, akkor igenis lesznek nyelési zavarok. A nyelőcső felső kétharmadát olyan nyálkahártya béleli, ami konfliktus aktív szakaszban sorvad, épp azért, hogy lemenjen az a falat, megoldásban visszaépül, gyulladással. A fájdalom már konfliktus aktív szakaszban jelentkezik, tehát nem lenne kötelező ebbe belehalni, nem lenne kötelező ezt nem észrevenni. És ez a mellcsont mögötti fájdalom, ez sokszor félrevezető lehet, mert rögtön infarktusra gondolnak, vagy éppen refluxra, és közben csak azt éltük meg, hogy ledugtak valamit a torkunkon. Aztán az atrófiás gasztritis. Ez azt jelenti, hogy ugye a gyomor időt gyulladása, amiben a sósav termelő sejtjeink, mondjam úgy, hogy közben elsorvadtak. Épp úgy, mint a nyáltermelő vagy a könyvtermelő sejtjei, mert függő gyógyulásban van az egész történet. Tehát mindig szaporítok, bontok, és egyre kevesebb sejtem marad, ami előállíthatná a megfelelő mennyiségű sósavat, ezért alakul ki az anaciditás, vagyis a sav hiány. A krónikus pankreatitis, vagyis az időt hasnyálmirigy gyulladás, az megint csak arról szól, hogy harc a falatért. Küzdök valamiért, és itt mindig pénzről, örökségről, részesedésről, üzleti részről, vagy meg nem kapott mi ez, jogdíj, vagy passzív, vagy passzív jövedelem, MLM rendszerekből. Ott az azért MLM rendszer, mert onnan elemelik a pénzt, ne tessenek abban bízni, hogy egy MLM rendszerből valami be fog jönni, ha azt nem tisztességes emberek csinálják. Tehát az jól van kitalálva, csak az a gond, hogy nem mindig tisztességes emberek vannak benne. És ez a bosszankodás, ugye harc a falatért, kialakítja ezt az egészet. És akkor most jön, így van, ez már nagyon gyanús. És akkor most jön a haba tortára az egyéb tünetek, ugye bőrszárazság. Hát ez sem egy autoimmun folyamat, egy egyszerű elválasztási konfliktus, konfliktus aktív szakaszban. Van külön webkonferencia róla. És itt van a vaginitis szikka, vagyis akinek száraz a hüvely bemenete. Hölgyeim, egyezzünk meg, tessenek őszinték lenni. Nincs ott valahol a múltból egy fel nem oldott szexuális kapcsolat? Nincs ott egy... Hát fel nem oldott. És hát mikor ugye témába jön a
a szexuális kapcsolat, akkor nem nedvesedik a bemenet, mert félek az egésztől. Lehet, hogy még az első szexuális élmény nincs lezárva. Már régen elmúlt az a tinédzserkor, amikor nagy félelemmel, jaj, csak teherben essek, jaj, csak meg ne lássanak, vagy jaj, csak ránk ne nyissák az ajtót. Hát minden, ami félelemben történik, az nem fog egy valós, hát hogy mondjam, együttlétet megteremteni, és ez a félelem, mivel nincsen feloldva, nem tudatosítjuk magunkba, hogy ennek már régen nincsen semmi, de semmi, hát realitása, ezért megmarad, ugye sinnen marad, mert valahányszor erről van szó, én nekem, hát hogy is mondjam, nem működő megfelelően. Ez még mindig a szürgelemszindróma környékén felmerülő tünet. Ó, persze, és még nincs vége, még ne. De még mindig a szürgelemszindrómánál vagyunk, és akkor most jönnek az extra glanduláris tünetek, vagyis amik már nem a mirigyekről szólnak, hanem az ilyen száraz tünetekkel jellemző betegeknél még mi mindent találhatunk. És akkor itt van a nagy kosár, ez eddig a kis kosár volt. A poliartritis az a sok ízületi gyulladás, által a kis ízületekben szimmetrikus, a nagy ízületekben nem. Szóval erre megint van egy külön webkonferencia, ugye a felső és alsó végtag ízületeinek a programjai, és akkor megértjük, nem akarom végigmondani most itt az egész csontvázat, hogy melyik ízület mögött milyen érzelmi, fel nem oldott érzelmi konfliktust, önleértékelést kéne keresni. Nagyon érdekes, hogy ez a vaszkulitis. Látunk itt róla egy képet, jobb oldalt fönt. Vagyis az ereknek a gyulladása, az miről szól? Még mindig önleértékelésről szól. Volt egy webkonferencia külön az erekről. A lényeg az, hogy ott lehetnek ezek a neutrofiles meg mononukleáris sejtek, beszűrődés. Ez mind teljesen természetes. Csak hogy nem ők okozzák ezt az egészet. Az okozza, hogy van egy önleértékelésem, egy ilyen, hát olyan középerős, hogy így mondjam, és nincsen megoldva. Nincs megoldva. Ugye attól függően, hogy hol van. Most itt látunk egy boka ízületet, akkor itt természetes, hogy az önleértékelés még mindig a békjóról szól, amikor is, hát én ki tudnék lépni ebből a békjóból, de nem tehetem. És hát a gyulladásos folyamatok miatt ilyen szép tünetek fognak kialakulni. De hát, hogy érdekes legyen, azért néhány idegrendszeri tünetet is bekeverünk ide. Ugye az idegbántalmakról egy webkonferencia volt múlt héten, a neuritiszekről, a neuralgiákról, és hát ha valakinek vertigója, azaz szédülése van, az azt jelenti, hogy már megértől kihúzták a talajt a lába alól, vagy bizonytalan az élete, vagy valóban elesett, lehet kint az udvaron, lehet bent a lakásban, és hát nem oldotta föl ezt a félelmet, és valahányszor arra megy, újra meg újra megszédül. Akkor is előfordulhat ez a szédülés, hogyha nem én estem el, de láttam valakit elesni? Pontosan így van, tehát ha nem én estem el, de valaki mellettem elesett, és én attól megijedtem, ez és meg... itt van a DHS, ami itt van a megijedtem, DHS, váratlanul. Esett, igen, értem, hogy... váratlanul meglepetés, szerintem valaki ott megcsúszott, vagy megbotlott, és elesett mellettem. Elképesztő, hogy milyen precízen rögzíti a biológiánk a történeteket. Csak ha lezárnánk a dolgainkat, igen, most tudom, mindenki megkérdezi, de hát hogy emlékezhetnék én arra, hogy 20 évvel ezelőtt mi történt, mert én 20 éve szédülök. A tanfolyamon megtanítjuk, hogy hogyan kell feleslegessé tenni ezeket a programokat, mert ha nem találjuk a konfliktust, még akkor is megoldható. Természetesen egy másfajta hozzáállással, egy másfajta szemlélettel. Aztán láthatjuk itten az izombetegség, gyulladásos izombetegség. Hát vajon mitől gyullad az izom? Ami is akkor gyullad, amikor visszaépítjük. Természetesen, mert az önleértékelés az izmaimat szedte szét. Mint mondtam, csont, ízület, izom. Ereg, zsírszövet. Tessék nézni, itt van az izom, ott van az ízület, ott van az ér, ez mind-mind önleértékelés.
Na ezért kell megnézni az önleértékelésről szóló webkonferencianyagot, és ha feleslegessé teszem az önleértékelés érzését, akkor ezek a tünetek maguktól megszűnnek, nem tőlem, önöktől, maguktól. Aztán van itt ilyen, hogy pneumonitis, diszkrét, fátyolozottság a röntgenképen, látjuk itt, néz a kolléga a röntgenképen. Vajon mi okoz diszkrét fátyolozottságot a röntgenképen? Hát ennyi tünet kapcsán, Réka, most te vagy a laikus. Egy kis halálfélelmed nem lenne? Hogy a fenében állt, végig soroltál olyan dolgot, ami szinte mindegyik előfordult már velem valamilyen szinten, és így nézem azt, hogy még csoda, hogy élek. Na ugye. Így van ez, hogy hál' Istennek a dolgainkon megtanultunk túllépni. Megtanulunk jelen lenni az életünkben, és örülni a pillanatnak, akkor ezek a dolgok mind feleslegessé válnak. Szóval a limfadenopátia, vagyis a nyirokcsomók megnagyobbodása, lefordította magyarra, és splenomegália, vagyis a lép megnagyobbodás. Ez megint egy webkonferencia anyag. Ugye milyen jó, hogy ezek már mind fent vannak a weblapon, és akit érint valami ebből a sok mindenből, az külön részletesen ott meg is nézheti. Ne feledjük, hogy a nyirokcsomó megnagyobbodásának két oka lehet. Az egyik az, hogy van a környezetében egy folyógyulladásos folyamat, és természetesen akkor begyulladnak az erek meg a csomók is. Na ez mind jó indulatú a mai medicinában, mert látjuk a kiváltó okot. De amikor nem találunk fertőzési gócot, és mégis megduzzad egy nyirokcsomó, kérem, az innentől már rossz indulatú. Hogy honnan, honnan nem. Szóval az rossz indulatú, mert miről szólnak a nyirokerek? Ugyanarról, mint az osztóerek meg a gyűjtőerek. Még mindig az önleértékelésről beszélünk, amellyel a nyirokereket is képesek voltunk lebontani, visszaépítjük, és természetes a visszaépítésnél nagyobbak lesznek, mint voltak. Veseérintettség. Na hát ez nem is hiányozhat a történetből a veseérintettség, mert ennyi mindent azért az ember már magányosan él meg, egyezzünk meg. Nem? Mindenképpen magányosan élem, mert nincs az az orvos, aki megértené, hogy nekem mennyi bajom van. Senki nem tud nekem olyan gyógyszert adni, hogy meggyógyuljak. Nem így éli meg a beteg. És a családjának is már elege van belőle, hogy egyik orvostól cipelik a másikhoz, eredmény nincsen, és ott fog bent ülni a sarokba magára hagyottan. Tehát minek mondjam azt, hogy most itt fáj, most amott fáj, a családomat most külön terheljem azzal, hogy panaszkodjak. Hát megvan nekik a maguk bajuk, hogy terheljem vele őket. Ez is egy magányosság érzés, hogy egyedül vagyok ezzel a problémával, senkinek nem mondhatom el, és ha elmondom, sem változik semmi, csak plusz egy terhet tettem a környezetem vállára. Na ez mind arról szól, amit elmondunk a veséről szóló webkonferenciában, vagy az ödémákról szóló webkonferenciában, tehát a magányosság, a meg nem értettség, a kirekesztettség érzése, vagy már egzisztenciális félelmeim vannak, mert már minden pénzt elköltöttem minden kütyüre, és már nem maradt pénzem, akkor ez már egy egzisztenciális konfliktus, ami szintén a vesére foghatni. A Raynaud-szindrómáról is szó volt, amikor ugye a végtagokról beszéltem, összefoglaltam külön a felső-alsó végtagot, abban aztán csontol a bőrig minden, de itt látjuk azt a sárga ujjú kezet, ami azt mutatja, hogy ugye elfehéredik, mert fájdalmas és hideg. Mitől? Mert el akarok választani, de nagyon erősen. Nem áll meg a bőrök szintjén, ez a történet, hanem egészen az erekig hat. Ez a elválasztódási szándék, és ugye már az ember, mikor azt mondja, hogy el, akkor már ugye a tenyerét kifele tartja, és mutatja, hogy minél távolabb tőlem. Na, ezt a mozdulatot, ha csináljuk a képernyő előtt, akkor érezzük, hogy meghúzódik ott minden. Tehát el akarok választódni. Na, a Raynaud-szindrómának ez a nagy története, nincs feloldva, egy nagyon súlyos elválasztási konfliktus.
Hát aztán lehet bosszankodni, ugye miért nem? Bár mondtam, hogy bosszankodással és aggódással nem fogjuk az életünket megoldani, csak tönkretenni, de a folyamatosan visszatérő bosszankodás az epe csatornákat bontja építi, nem akarom 3 hétig mondani, de a lényeg az, hogy a hepatitisnek nevezett kórkép annyit jelent, hogy a hepatitis vírusok segítenének visszaépíteni a lebontott epe úti nyálkahártyát. És ez eljuthat egész, ugye, de hogy azt mondjuk, hogy primér biliáris cirrózis, vagyis epéből kiinduló cirrotikus elváltozás. Hát ahhoz ez az ember egész életét végig kell bosszankodja, hogy ide jutott. Azt élveztem, mikor háziorvosként dolgoztam, hogy jött cirrózissal valaki, hölgy, és mondtam neki, hogy néztük, hogy hát mennyi a megfelelő májenzime. Hát kiderült, hogy életében egy korty alkoholt nem ivott, és ugye úgy tudtuk, hogy csak az alkohol fogyasztóknál alakul ki a cirrózis. Nem kérem szépen, bosszankodni kell hozzá, de keményen, hogy ez ki tudjon alakulni. És hát a pajzsmirigyről szóló... Ezt vártam. Na, ezt vártad, ugye? Autoimmun tireoiditis, ugye ezt már te is érted. Tehát pajzsmirigynek az autoimmunnak nevezett gyulladása. Hát mit kell ahhoz tenni, Réka, hogy valaki tönkretegye a pajzsmirigyét? Hát ebben én egészen otthon vagyok ebben a témában. Elmondom, hogy mit ne tegyünk. Jó. Tehát feltételezzük azt, jó, hogy figyelemfelkeltő gondolatébresztő lesz, amit mondok. A pajzsmirigynek a legfontosabb aktivátor konfliktusa az, hogy túl lassú vagyok a falat elkapásához. Ez a túl lassú vagyok, ez egy folyamatos önkorbácsolást jelent, hogy még többet, még többet, még jobbat, még gyorsabban, még pontosabbat, még precízebbet, még tovább, ez nem elég, ez túl kevés, ennél sokkal többet kell tennem, és folyamatosan bizonyítani akarok, és nem tudok megfelelni senkinek, de a legfontosabb dolog az, hogy magamnak nem vagyok elég jó, magamnak nem vagyok elég gyors. A gyorsat röviden, a gyorsat ügyesen, tökéleteset, pontosat címszóval menetelünk szinte zászlóként tartjuk magunk előtt ezeket az önmagunkkal szembeni elvárásainkat. Nyugodtan szakíts közbe fel, ebben a témában én reggelig tudok csak beszélni. Csak annyit szeretnék mondani, hogy azt mondtad, hogy túl lassú vagyok a falat elkapásába. Most itt se arról van szó, hogy lassan eszed meg az ebédedet, ó, dehogy, hanem arról van szó, csak ezt akartam tisztázni, hogy nem keresek elég pénzt, még többet kéne dolgozzak. Tehát itt a falat megkapásához pénzt kell keresni. De nem csak az anyagi juttatások, egy dicséretért, és hát tudod, mennyit lehet ezért hajtani, teperni, nagyon jó neve, kerékben benne lenni. Pontosan ez a pajzsmirigy programnak a lényege. Vegyék észre, hogy még a beszédem is felgyorsult, mert gyorsan el akarom mondani, mert hogyha nem mondom el elég gyorsan, akkor nem fognak figyelni. Igen, nagyon jó. Tünete volt itt nálam ez a hadaró gyors beszéd, mert minden, semmire nem volt idő. Aha. Tehát gyorsan kellett táplálkozni is. Gyorsan kell. Nem ám, mert fél órát elcsámcsogunk egy fel egy zsíros kenyerrel, ezt két falatból be kell kapni, és sohanni tovább. Tovább dolgozni. És ez vezet el aztán oda, hogy az egyetlen szívünket is tönkretesszük, mert ez már túlhajszoltság lesz. Szóval a pajzsmirigy minden sejtünkre egy turbófokozatot kapcsol rá, de a szívünkből csak egy van, kérem szépen, és hogyha a túlhajszoltsággal a szívünket is tönkretesszük, akkor biza az egy nagyon, de nagyon csúnya történet lesz. De hogy ne ilyen szomorúan fejezzük be ezt az egészet, azért mutatnék egy jó képet valaki. Hát ha ezt a képet megjegyzi magának, azért a Raynaud-szindrómának is van előnye, ugye, uraim? Jaj, ez egy kicsit nekem sok. Hát bocsánat, de azt szerettem volna ezáltal mindenképpen átvinni, hogy a humort ne feledjük ki az életünkből. Ez csupán arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor a saját hülyeségeinket ki tudjuk nevetni, aha, megint egy megoldási kulcsról beszélek,
akkor az tényleg érzelmileg el tudom engedni. Ami, tényleg, amikor lehet, hogy milyen hülye voltam, és úgy kiröhögöm magam, nem konfliktusként élem meg, mert akkor jönnek a bajok. Nem, hanem kinevettem magam, hogy mennyi hülyeségen ettem én magamat eddig. Na, tehát szóval a Raynaud-szindrómának van egy olyan előnye, hogy a sört hidegen lehet tartani. És megint csak eszembe jutott erről valami a pajzsmirigyel kapcsolatosan. Bocsánat, hogy még igen. Úgy érzem, hogy nem voltam elég explicit kifejező. Igen. Ez is még egy pajzsmirigyes programnak a hozadéka. És nem véletlenül hoztam ezt aha. így fel. Igen. Emlékszem, ebben az időben még lefekvéskor reggeltől estig hideg volt a kezem és a lábam. És ez a békaláb, ami jeges aha. szinte látjuk, hogy jégkockának nőnek a körmeink végén, ez miért van? Mert még este se tudtunk megnyugodni. Persze, végig szimpatikotóniában volt a szervezet, a szimpatikus idegrendszer túlsúlya, vagyis konfliktus aktív szakasz. És az is nagyon fontos, amit a humorral mondtál. A humorról mondtál, és nagyon köszönöm ezt a képet, bár első látásra kicsit sokkolónak hát, tartottam. Azért is tettem be, igen. De már értem a mögöttes szándékot a kép mögött, hogy vajon abban a pillanatban, amikor úgy este 10-11, fél 12 magasságában megmerjük engedni magunknak azt az idézőjelbe tett luxust, drága hölgyeim, és uraim is, igen. hogy lefeküdjünk. Vajon az öröm, az elégedettség van bennünk? Vagy még mindig. Vagy még mindig azon jár az eszünk, még az ágyban is, hogy akkor na, ezt ma nem csináltam meg, akkor ezt átteszem holnapra, és ja Istenem, holnap mennyi dolgom lesz. És hogy fog ez beleférni? És megint csak küzdök az idővel, lámni egy ilyen aprócska jel, és milyen fontos lehet, ha ismerjük a germánygyógytudományt. Bizony. És azért ne feledjük, hogy ez az autoimmun tireoiditis is gyógyítható, csak éppen a programot kellene leállítani, vagyis ott tartunk megint, amivel kezdtem, hogy elkezdünk végre másképpen gondolkodni, odafigyelünk a reakcióinkra, és nem azért teszünk valamit, mert így szoktuk, mert anyámtól is ezt láttam, mert mindenki így csinálja, mert hajtanak minket a, mit tudom én, a múltig, hanem odafigyelek arra, hogy minden napban megtaláljam az örömöt is. Megtaláljam a humort is. Tudja körülni olyan dolgoknak, amelyek úgymond természetesnek tűnnek. Igen. Ugye természetesnek tűnik mindenkinek, hogy van keze és van lába. És hogy ez működik. És hogy az működik. Természetesnek tűnik mindenkinek, hogy hát a széklete az természetes úton távozik. Bezzeg annak, akinek már zacskóba ürül a széklete, az nem éppen ugyanezt az örömet éli meg. Ő már tudná értékelni, ha minden az eredeti módon működne. Tehát az, hogy hálával zárom le a napomat, és hálával is nyitom meg, az egy nagyon, de nagyon fontos, mondjam azt, hogy immunerősítő lelki állapot, pontosan azért, hogy ne a félelem, hanem a bizalom vezesse az életünket. Nagyon szépen összegezted ezt. Összefoglalva tehát ez az egész gyönyörű Sjögren-szindróma, ez egy mondhatom, hogy egy nagy szemétláda, amiben beleteszünk sok mindent, aminek nem tudjuk a magyarázatát. Tehát látható, hogy a germán gyógytudomány ismeretében nem csak a Sjögren-szindróma, hanem a lupus eritematózus is érthető. Erről már van egy webkonferenciánk, amit föltettünk. Ennek mi a magyar neve, ha van egyáltalán? Van persze, bőrfarkas a magyar neve. Aztán vannak külön az izombetegségek, ugye ezeket is most már tudjuk, hogy önleértékelés függő gyógyulásban van szisztémás szklerózis, amikor is hát a kötőszövetnek a túlszaporodásáról beszélünk. Vajon miért? Megint önleértékelés, de ha az írha vastagszik meg, akkor az támadási konfliktus.
Ha van egy bemocskolási konfliktusom is, és van mondjuk egy elválasztási konfliktusom, akkor azt már úgy fogják hívni, hogy pemphigus. Ezt nem fogjuk így külön megtalálni a germán gyógytudományban, mert hiszen Hammer doktor az alapokat adta meg nekünk a biológiai gondolkodáshoz. De ezekre a dolgokra nyilvánvaló, hogy csak orvos tud rájönni, amikor már látja az alapokat. Ezt Hammer doktor orvosoknak írta azt a tudományos táblázatot. Nagyon jó lenne, ha minél többen kollégák ezt ismernénk, és ennek alapján két-három kérdéssel helyére tudnánk tenni a betegnek a szemléletét. Mert amikor olyat tudsz kérdezni egy betegtől, amire csak így felkapja a fejét, hogy de hát ezt honnan tudja, hát belelát, doktor úr, a vesémbe? Nem, kérem szépen, én se látok bele senkinek a veséjébe, nem rendelkezek semmilyen extra tulajdonságokkal, csupán ismerem az alapokat, úgyhogy ezért kérem majd a fórumban a kérdéseket röviden, tömören megfogalmazni. Aztán az antifoszfolipid szindrómáról, arról minden tanfolyamon beszélek a sejtszintű szimbiózisoknál, mert az is csak arról szól, hogy elindítottam az önleértékelési konfliktusomat, ami nyilván a sejtek sorvadásával kezdődik, és ami nyilván, hogy a sejt hártyát fogja érinteni, ami foszfolipidből áll. Volt ilyen paciensünk, természetesen megoldotta az önleértékelését egy életre, és azóta nincsen se antifoszfolipid szindrómája, se mélyvénás trombózisa, se egyéb. És aztán vannak kevert szövet, kötőszöveti betegségek, de elnézést, én ezt már tovább nem keverem. Remélem, sikerült mindenkinek értésére adni, hogy érdemes logikusan gondolkodni, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy megoldhatatlan dologba fogtunk bele, lám a Sjögren-szindróma is, és az összes többi is megfejthető, csak kell egy másfajta gondolkodás. Mert a germán gyógytudomány az alap a megértéshez. És akkor kiderül, hogy nem azoktól a tényezőktől fogunk megbetegedni, amit kitalálnak, nem multifaktoriális, nem sok tényezőtől függ a valakinek a megbetegedése, nem attól függ, hogy mennyit sportol, vagy mennyit nem sportol, vagy eszik tepertőt, vagy nem eszik tepertőt. Ezek teljesen lényegtelen dolgok. A lényeges az, hogy hány olyan, bocsánat, a lényeges az, hogy hány olyan érzelmi megrázkódtatásom van, amit még nem tettem túl magam. Ezek egyáltalán milyen idegi központokat érintenek? Mert ne feledjük azt se, hogy a viselkedésünket, a hangulati változásainkat, a gyerekeknek a megváltozott viselkedését már a birtokzónákba történt becsapódások fogják okozni. És ezekre is van természetesen megoldás. Vagyis ha a fel nem oldott konfliktusokat feltárjuk és megoldjuk, az lesz a valós megoldás. Vagy szedhetünk gyógyszert egy életen át, van belőle rendesen, minden tünetünkre kitalálnak egy-egy külön gyógyszert, de van olyan, hogy hármat is kell beszedni ugyanarra a dologra, és kellemetlen az, amikor elköltjük a pénzünket és nem gyógyulunk. Mert azért azt mindenkinek a tudatában szeretném megvilágítani, hogy nem azért hagytam ott én 28 év után az orvosi rendelőt, mert éppenséggel nem jól végeztem a munkámat. Vagy nem volt jobb dolgod. Vagy nem volt jobb dolgom, mint újra tanulni a medicinát, az egészet, a szemészettől a nőgyógyászatig mindent, mert végre megkaptam azt a gondolkodást, amivel értem, hogy mi történik a szervezetünkben. Ugye a lényeg az, hogy megértsük. Ez az első lépés, hogy megértsük, hogy mi történik a szervezetünkben. A második lépés az, hogy megoldjuk. Mert ha nem oldjuk meg érzelmileg a történetet, akkor szenvedhetünk tovább tudományosan. De ha valakinek kétsége van afelől, hogy a germán gyógytudomány valóban tudomány, akkor tessenek a tudományosságnak az ismérveit felkutatni, és itt van, leírtam, hogy reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Na ez nem mondható el a mai medicinában.
minden, de minden tudományosnak nevezett cikk feltételes módban íródik. Lehetséges, és még folytatni kell a kutatást, mert még ez, meg az, meg amaz. Szóval itt nincs ilyen, itt kijelentő mondatok hangzottak el egészen végig. Nem kéne az állatokat tovább kínozni, és még csak statisztikai kimutatásra sincs szükség, mert mindenki szerintem saját maga számára 100%. Tehát senkit nem fog vigasztalni az, hogy ebből a betegségből a betegek 90%-a meggyógyul, de 10% nem. Hát főleg, ha én esek abban a 10%-ban, így akkor ez van. Teljes mértékben nem. Vagy ez a betegség, hát az oka ismeretlen, nem gyógyítható, de jól kezelhető. Ez is nagyon vidám, ugye? Igen. Na most itt a lényeg az, hogy megértsük, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Ezt vegyük tudomásul, hogy ez az erőssége a germán gyógytudománynak, hogy itt a beteg az, aki a karmesteri pálcát a kezében tartja. Nem tudok senkit sem meggyógyítani az ő akarata ellenére, amíg ő a gondolkodását nem változtatja meg, addig semmi nem fog megváltozni. De egyben ez mondhatnánk a gyenge pontjának is, de én szerintem mindenkinek örömet kéne okozon az, hogy nincs kiszolgáltatva egy másik ember tudásának, nem tudásának, jó szándékának, rossz szándékának. Csak tőlem függ az, hogy meggyógyulok, vagy nem gyógyulok meg. Ezzel szeretném befejezni ezt a webkonferenciát. Köszönöm mindenkinek a figyelmét.